Serlegekkel tele asztalok ezúttal a Continental Arénában. A futszálosok és a megyei bajnokságokban szereplő nagypályás csapatok után a nyíregyházi városi kispályás bajnokság legjobbjai vehették át díjaikat. Két csonka évet követően valamennyi meccset le tudták játszani a 10 csoportban. Az ország egyik legnagyobb szabadidős rendezvénysorozatának számító bajnokság több mint 3000 amatőr futballistát mozgat meg. Mint Ajka László szervező elmondta, több csoportban csak az utolsó fordulóban dőlt el a helyezések sorsa. Egy igazán színvonalas bajnokságot tudunk most már magunk mögött, hiszen utolsó pillanatig az utolsó előtti fordulóban még csak két bajnokunk volt, és majdnem az utolsó fordulóban dőltek el a bajnoki címek és a dobogós helyezések, vagy éppen a kiesésre ítélt csapatok. Hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy igazán sportszerű bajnokságot zárhatunk be. Igaz, hogy a pandémia után, mikor visszajöttek a csapatok, egy kicsit kiélezett volt a küzdelem, ki is voltak éhezve a csapatok, és kicsit jobban elengedték magukat. Akkor 8 kiállításunk volt 600 mérkőzésen, most viszont erre szintén nagyon büszke vagyok, 600 mérkőzésen, a második 600 tavasz idényben, ott viszont csak 5 kiállítás volt, ebből sem volt olyan kirívó minőségű kiállítás, és ez sokat számít részemre, és az is nagyon sokat számít nekem, hogy nem volt kimagasló sérülés a bajnokság folyamán. A nyári szünetben is lesz lehetőség játékra, hiszen július közepén 10. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. A csapatok pillanatok alatt megtöltötték a létszámot, 32 csapat nevezett be a férfiaknál a Strandfoci Fesztiválra, és 4 női csapat. 14-én indul, július 14-én és 17-én estig zajlanak majd a küzdelmek. A hölgyek azok csütörtökön 14-én reggel kezdenek, és azt követően pedig egyfolytában játszunk egészen a döntőig, tehát 17-én este 7 óra magasságába kerül átadásra az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi strandfoci fesztivál, ami most nemzetközi lesz, hiszen egy szlovák csapat is indul a tornán. A kispályás bajnokság új idénye augusztus 15-én rajtol. Előtte való szombaton a Víg István emléktornán hangolhatnak a kezdésre a csapatok.